Köszöntjük a nézőket! Itt vagyunk a Tudés Központ a valóságshow első adásában. A műsor elejé óta rengeteg jelentkezőnk volt. De csak néhányan jutottak el a döntőig, a beszavazósokig. Lássuk a fődíjat! A Tudés Központ nyertese hozzájött egy saját, névvel ellátott érettségi bizonyítványhoz a Bárdos László gimnázium jóvoltából. A Tudés Központ beszavazósója. Lássuk az első kategória jelöltjeit, a horror! Jigsaw a fűrészből! Lássuk a fantomképeket! Jigsaw vagy Samara? Esetleg Sikoly! Jigsaw vagy Samara? Vagy Sikoly! És a győztes! Jigsaw! Kezdődjék a játék! És lássuk a második kategória jelöltjeit, a rajzfilmeseket! A Looney Tunes-os Marvin! Hercegnő Walt Disneyből. És Pikachu! És akkor lássuk a végeredményt. Aki bejutott a villába, az nem más, mint Pikachu! És akkor lássuk a harmadik kategória jelöltjeit, a sportolókat. Elsőként Kira a Real Madridból. Második jelöltünk, a boxoló Erdélyi Madár Tímea. Végül pedig Sasha a balettáncos. Az izgalom fokozódik. Tekintsük meg a fantomképeket. Na vajon ki lesz a győztes? Úgy látom, aki a legtöbb szavazatot kapta, Sasha! Sasha! Jöjjenek a következő, a gyújtós kategória jelölt. Első jelöltünk, Máté a biztonsági gyufa. Következő Pinocchio, akinek nem az orra hegyesedik. És végül a szegény magányos tűzifa. Akkor most lássuk, ki ég 100 fokon, de ez csak a reklám után derül ki. Új Axe Excite. Még az angyalok is bűnbe esnek. Miért titeket vegyünk be a show-ba? Azért, mert én bárkit bármire látunk benne. Bármire? Bármire. Gyerünk sárga, mutasd a magyarul. Szeresd a testemébe, vigd el a maraton, átadunk most a leg... M&M's. Vidd haza a nevetést. Snickers, nincs meg állás! Jól vagyok, semmi pánik! Őrizzük meg a idegvérünkre! Ding ding, ding ding, ding ding, ding ding, ding ding.
Menj tovább 20 métert, és fordulj jobbra. Citroen Chic limitált széria, akár fele-fele finanszírozással. Kellene még egy igazán ütős házi feladat. Számolós feladatok, gondolkodtató kérdések. Ez mindig bejön a 11D-seknél. Hú, de ez súlyos. Dehogy! Talán ezt hogy csinálta? Nem tudom, az anyukám tanította. Ő tudja, mi a jó, és mindig működik. Mindig! Hetente kétszer, a 11D-seknél. Fizika könyv, mindig bejön. Kedves nézőink, mint láthatják, tűzvészített ki a stúdióban. A robbanást egyedül Pinókió élte túl, így? Hát egyértelműen ő jutott be a villába. Gratulálunk neki. Gratulálunk, Pinókió. Végre igazi kis a műsort megfűszerezve most következik a szelep kategória. Elsőként Tüncike, alias Kiszel Tünde. Következő jelöltünk, Paris Hilton. És a görög csődör, Alekosz. Pillanat, most kaptam a hírt. Alekosz Görögországba tölti nyaralását. Lássuk a fantomképeket. Paris Hilton. Vagy Tüncike. Paris Hilton. Vagy Tüncike. És a győztes, Paris Hilton. A Tudés Központ beszavazósója tovább folytatódott. A központba a hátramaradt kategóriákból a következő emberek jutottak tovább. A pávák közül... Szabi G! Az énekesektől pedig... A kocsma töltelék, Amy Winehouse! Volt egy bónusz kategóriánk is. És akkor lássuk a győztes, aki nem más, mint Ellen Pao! A kigyúrtak közül a továbbító nem más, mint... Michael! Úgy látom az állás döntetlen, úgyhogy a két továbbjutónk Leonidas és Bruce Willis. Szóval a győztes, ökör egy! Jézusom, ezek sziamések! Akkor mindegyiknek tovább kell jutnia. Kedves nézőim, a beszavazó show is véget ért. Mondom, elmegy töltözni. És akkor esik a menjük. Akkor meglepjük most a központlakókat, közben velük a jó hírt, hogy mindjárt itt az érettségi. Hát sziasztok, központlakók! Jézusom, ilyen még sose fordult elő a központ életében. Csalás történt. Az ikrek külön vannak. Nem is vagytok ikrek. Jézusom!
Jézusom! Fáradjatok elém, légy szíves, ikrek! Hát ez súlyos szabálysegés, nem olyan súlyos. Sütteseg! Sziam, ikreként indultok és külön vagytok. Egy percetek van elhagyni a központot. Óra indult, most. Sajnos már tudtuk, hogy Amy Winehouse illegális szereket szeretne becsempészni a villába. Ezért a büntetése azonnali kizárás. Hát elérkeztünk erre a pontra is. A döntőbe jutásért megy a harc. A sumo fárbaja jön. A balett táncos Sasha és Leonidas között. Hát akkor kezdjük! És a párbaj Sasha nyerte, ő lesz a döntőben. Ismét egy véremelő párbajon vagyunk. Bruce Willis és Richard Kass. A döntőbe jutásért megy a harc kettőjük között. Az a cél, hogy egy kötél van, két ember, kiút fel a kötél tetejére. Rajta! Úgy látom, Bruce életét megszerve. Automatikusan Michel a győztes. Jön a következő párbaj, Ellen Fao és Szabja a páva között. Táncban döntik el, hogy kiút tovább. És jöjjön a második párosunk, az LMFAO, hiszen a kollégák az előző miatt kijavították. És a győztes, az LMFAO. Sajnáltal közlöm a nézőkkel, hogy Pinocchiót elégették versenytársai, ezért a versenyt egyértelműen nem folytatja. A fiúk éppen Michael-t várják. Ő, halljátok ezt a zajt? Milyen zajt? Nézd! Ki kell, hogy zárjanak a játékból téged is, hiszen te nő. A sok birka azt hiszi, hogy van, hogy majd az érettségében. Ja, jól látogatjuk őket. Mennyit is kaszáltunk tegnap? Nem tudom, egy-két millió. Ja, elég jó volt. Melegem. Meg légkondi se tudnak ide beszélni. Mindenkit megölök!